Több mint 100 főtisztet és tábornokot bocsátottak el a honvédségtől néhány hét alatt. Többeket hívtak haza fontos NATO beosztásból. A honvédelmi miniszter szándéka, hogy fiatalítsa az állományt. Harangozó Tamással beszélgetünk. Az MSZP országgyűlési képviselője velem szemben, jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Azt mondja Gulyás Gergely, hogy túl sok volt a tábornok a túl kevés közlegényhez. Ilyen egyszerű? Az a helyzet, hogy ami kialakult, hogy befagyott az előmeneteli rendszer, az egy tényállapot. A szomorú az ebben, vagy inkább felháborító, hogy ezért konkrétan személy szerint Orbán Viktor és kormánya felel. Talán emlékszik rá, hányszor ültem itt és mondtam azt el, hogy őrültség, hogy megszüntették a szolgálati nyugdíjrendszert mind a rendvédelem, mind a honvédelem területén. Ez több mint 10 éve volt. És az azt eredményezte, hogy egyébként természetéből adódóan például a tetején egy előmeneteli rendszernek befagyott a rendszer. És akkor erre ugyanaz a kormány, aki ezt az őrültséget megcsinálja, most előveszi a, nem is a baltát, hanem nem is tudom, a láncfűrészt, és elkezdi szanaszéjjel kaszabolni egy szervezetet, amelyik hazánk biztonságáért felel, szomszédunkban egy háború idején, meg egyébként egy haderőreformnak hívott fejlesztési időszakban, ahol új technológiák, új eszközök beszerzése és megtanulása egyébként is fölforgatja a szervezetet. Egészen vérlázító, és egyébként a mai napig ezen nem változtat, hiszen ez az a 25-45-ös kombináció, mármint hogy 25 év szolgált és 45 éves kor fölött nem elmehetnek nyugdíjba ezek a főtisztek, hanem a miniszter rámutat, hogy elmész ő egyén. És minden egyes ügyben a rendelet szerint egyedi döntést hoz a miniszter. 110 egyedi döntés eddig. Eddig, és amit ma nekem hozzám információ eljutott, egyébként ez friss, és azt gondolom, hogy úgy tudom, hogy nem nagyon van még kint a sajtóban sem, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem karáról is 30, közel 30 főtisztet, köztük ezreleseket, tábornokokat távolítottak el. És innentől kezdve ugye már nem értem azt a kommunikációt, amit a miniszter elmondott, hogy ezek minden egyes esetben megvizsgálják, hogy szakmai felkészültség, nemzetközi tapasztalat, nyelvismeret, mi is volt még... Valami, talán ennyi elég is. Valamilyen de felmérés, ugye fizikai felmérés fizikai, alapján. Igen, egyetemi tanár fizikai képességei. Egyetemi szakmai tapasztalatuk hiányzik. De csak ők taníthatnak tovább. Ugye itt a jogállás az úgy változik, hogy ők nyugdíjba mennek, de egyébként dolgozhatnak. Tehát, hogyha az egyetem vissza akarja őket foglalkoztatni, akkor ők holnap is tanítanak ott. Egyáltalán nem biztos. De hát ugye ez döntés kérdése megint. Egyáltalán nem biztos. Ez egy, alkalom arra, hogy megszabaduljanak attól, akit meg akarnak. Hát így van. Tehát mert egyébként semmi értelme nem lenne. Na most itt azt történt még... Hogyha mondjuk az egyetemi részt nézzük, az égvilágon semmi értelme. Azt történt még, hogy a vezérkari főnök két helyettesét, a hadsereg szárazföldi erőinek parancsnokát is nyugdíjazták. Ez gyakorlatilag akkor, ahogy mondtam, amikor a szomszédban háború zajlik, amikor haderőreform van, amikor arról beszél folyamatosan a miniszterelnök is, a honvédelmi miniszter is, hogy most kell az új dinamikus magyar hadsereget megteremteni, akkor ez egy jelzésértékű, üzenetértékű döntés is lehet. Egyrészt nincs olyan békeidőben sem, most békeidő van persze jogilag, de mint tudjuk pontosan, szomszédunkban háborúdul, ilyen szintű átalakítás nem lehet úgy lemenedzselni, hogy abban ne sérüljön a szervezet. És jelen pillanatban ez nemzetbiztonsági kockázat. Tehát amit most ön is felsorolt meg, a cikkekben is megjelent, amit csak a tetején látunk, az már egy olyan szintű, egy időben történő vezetői leváltás, amit semmilyen rendszer nem tud kiheverni egyik napról a másikra. Jobb esetben csak rövid távú működési zavarok vagy problémák léphetnek föl, rosszabb esetben ez középtávon is gondot okozhat. Most nem akarok abba belemenni, hogy effektíve, ha valaki kinyit egy ajtót, és körülnéz a szobába, hogy hol van az íróasztal, leül majd, elkezdi fölvenni a fonalat, az mennyi idő. De amikor egy-egy pozíciónál van egy ilyen változás, akkor nyilván maga a rendszer kimozogja, amikor ezt így egyszerre lefejezik, azt szerintem józan paraszt észre belátható, hogy az működési gondokat okozhat. Mi lehet ennek ami az egyetemen történt, meg amit látunk, és amit ön is mondott, most ugye nem azt akarja mondani nekem a miniszter, úr,
hogy 12 év Fidesz kormányzás után rájöttek, hogy a teljes honvédelmi vezérkar szakmailag nem felkészült, nem beszél nyelveket, nincs nemzetközi tapasztalata. Vagy ha megnézzük ezeknek az embereknek a pedigréjét, akiről ön is beszélt, vagy akinek a neve nyilvánosságra került, hogy hány misszióba vettek részt. Voltak itt egy misszióvezető helyettesként, külföldről rángattak haza, hogy elköszönjenek tőle. Sőt, hát ezek... itt nagyon sok olyan tiszt van, bocsánat, aki konkrétan a NATO-hoz rendelt szolgálaton volt. NATO misszióba vesz részt. Hogy ugye akkor úgy egyre nehezebben hiszi el az ember, hogy ennek tényleg szakmai alapja van, és nem valami politikai vagy személyes tisztogatás zajlik éppen. De még egyet, ha bármelyik információt vagy véleményt, szóval bármelyik fiatal például most katonaként azt gondolná, én nem hiszem, hogy ennél, vagy azt gondolom, hogy ennél több esze van mindenkinek, hogy ez most egy milyen jó dolog, mert akkor neki megnyílt a terep. Azért halka jegyzem meg, hogy a 25 leszolgált év és a 45-ös évkor főtisztként, én nem hiszem, hogy sokan vannak, akik ezt nem ugorják meg. Ez azt jelenti, hogy nem úgy életpályájuk van a katonáknak, hogy fölesküsznek a hazájukra és életük végéig egyébként kiszámíthatóan dolgoznak, hanem ez ugyanúgy az ő fejük fölött is ott van. És mondja meg nekem, hogy egy honvédséget, egy katonaságot, aminek a belpolitikához meg egyáltalán politikához semmi köze nem lehet, azt miért kell állandó félelembe tartani? Milyen kormány csinál ilyet, főleg, még egyszer mondom, egy háborús időszak alatt? A legrosszabb üzenet, amit egy lehető legstabilabb szervezetként működő honvédségnek lehet üzenni, azt, hogy sosem vagy biztonságban, gondolom arról szól a dolog, hogy igazodsz vagy ki leszel hajítva, de így nem lehet modern 21. századi NATO hadsereget csinálni. Haragozó Tamás véleményét hallották az MSZP országgyűlési képviselőjét. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget.